Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Futballkárcún, és a mai videóban szagázni fogunk, megyünk tovább szépen, viszont annyi a gond, hogy a videó elveszett, amit készítettem, úgyhogy sajnos újra kell venni. Nagy pánik nincsen, legalábbis szerintem, remélem megértitek, teljesen véletlenül elveszett a videó, és hibásnak kellett meg, nem tudok el mit kezdeni, úgyhogy... Poland, vagyis Lengyelország ellen fogunk játszani, mivel hogy ezzel a csapattal játszottunk. Igazából megnyertük, tehát 3 csillagra sikerült megcsinálni. Nem volt egyszerű, voltak akadályok a mérkőzésen. Úgyhogy én most egy tiszta és könnyű győzelmet szeretnék. Ehhez viszont át kell alakítani a keretet méghozzá olyan formán, hogy 3300 legyen. Az jó, megvan. Viszont a Fans Favorite és Rising Star típusú kártyák nem alkalmazhatóak. Tehát Fans Favorite, Rising Star azonnal ki kell venni. Jó sok Fans Favorite van. Úgyhogy ezt ki is vesszük így. Azon gondolkodtam, hogy megint vásárolhatnánk egyet. Melyik is legyen. Mondjuk. Ugye Rising Star nem lehet. Hát, Eriksen. Nem olyan rossz. Csak legyünk benne a határértékbe. Az a fő. Power for mehet, azt nem említette. Mint ahogy Thiago Silva is jöhet. Illetve a Ramos. Csak hogy így olyan gyengének tűnünk még, úgyhogy Forsberg helyére is kellene valami jó lap. Mondjuk akár a Hazard. Nem, az nagyon erős. Egyértelműen nagyon erős. De nem jó, mert így se vagyunk, ahogy nézem, így se vagyunk benne, nem tudom mit kattingatok, mert nem vagyunk benne a határértékbe. Úgyhogy itt vagy Varán jöhet szóba, vagy a Messit lecseréljük valakire, menjünk át vásárolgatni. Én Amondó vagyok, és akkor utána még tovább fejtegetjük így a témát. Ott vagyunk, hogy üzlet. Akkor mondtátok, hogy Top Master és Master kártyákból még azért simán lehet vásárolni. Úgyhogy így fog tenni. Vegyük meg a Suárezt. Mert 100-as a támadó pontszáma, viszont 243 az összértéke, ami nagyon-nagyon jó. És nekünk nagyon sokat tud segíteni. Hazardot is simán megvehetjük, mert ő is jó lehet nekünk. Aztán persze majd meglátjuk. Coutinho-ra már nincs érménk a többiekre, úgyhogy azokat hagyjuk is. De nekünk már ez is segítség lehet a későbbiekben. Úgyhogy visszamenjünk a Szagára. Lengyelországra. Szerkesszük a keretet. Így van. És akkor meg is nézzük a Messi helyére. Szépen berakjuk a Suárezt. És itt el vagyunk ikonokkal, ami nagyon jó, mert leviszi a pontot. Berakjuk Hazardot, simán mehet. Eriksen igazából szerintem ő is mehet. És akkor így úgy érzem, hogy jók leszünk, és meg fogjuk tudni nyerni a mérkőzést. Úgyhogy neki is indulunk. Lengyelország ellen. Hát, kicsit akadályosan, de megnyertük. Meg is lett a 3 csillag is, úgyhogy olyan sok gólt nem is kaptunk, csak 1-2-t, úgyhogy most jó lenne gól nélkül lehozni. Viszont Lengyelországnak vannak limitjegyei, és ráadásul van Lewandowski-a, ami a fő gond. Tehát az igazi problémát Lewandowski jelenti, a limitedek se rosszak amúgy. Úgyhogy én ki is hozom Neuert, egy Lucky Card-dal még hozzá. Hát, ha fog rajta annyit dobni, hogy megverjük a Top Master Lewandowskit. Jesszusom, és nem fogja tudni megverni. Ott a stadion kártya döntetlenül elvitte. Megint nem kezdünk jól. Nagyon nem kezdünk jól, úgyhogy Lengyelországát is vette a vezetést, ezzel az irányítást is, úgyhogy lehet felelőtlen dolog volt így előre kihozni. Neuert, Robert Lewandowski, Limited Edition ráadásul. Nem tudunk rá érdemben válaszolni.
Lucky Cardot szívesen ráúztam volna, de már nincs, lehet vásárolni kellett volna. Úgyhogy megint nem állunk jól. Még egy gól nem fér bele. Az a helyzet, mert azzal már kikapunk. Vagy hát elvesztjük a három csillagot, ami nekem már kikapással ér fel, mert én mindig a három csillagra szeretek rámenni, mert jó sok coint ad, amiből tudunk majd utána vásárolgatni, és a döntőnél kelleni fog. De úgy látszik, már itt is kellenek az ilyen lucky cardok. Úgyhogy kihúzzuk a De Bruyne-t, bízunk benne, hogy 96-tal azért megfogja ott a középpályát. Meg is Grosicki. Minden gond nélkül megfogta. Úgyhogy egyenlőre nagyon jól állunk. Kihozzuk a Hazardot is. Piszcsek, védő, alap, úgyhogy ez nem okoz gondot nekünk. Főleg, ha nem fagy be a játék. Majd utána jöhet az Eriksen 96-tal, úgyhogy így a középpályánkat ki is merítettük. Ő kihoz egy kapus, méghozzá Fabianskit, ami amúgy nem rossz kapus, limited, de főleg nem, de tehát nem egy középpályás Eriksen ellen, úgyhogy ez így nem volt az igazi. Nézzük a Ronaldót. Mit nyújt? Úgy van, ezt simán behúzta. Egy fans favorite Glick ellen. Azt hiszem, már rossz helyzetben nem nagyon kerülhetünk. Úgyhogy a Suárez is kijöhet nyugodtan. Egy limited Glick ellen. Úgy néz ki, ezt a két gólos hátrányt ezt megtartjuk, és akkor ennél többet nem kapunk. Hát 100%-osan megint nem sikerült a dolog, mivel azért kaptunk gól, de végül is a győzelem megvan, amit ti is láthattok most már. Piszcsek. 86-os. Így már 87-es. Mi viszont 100-asok vagyunk a Double Trouble-nek köszönhetően. Úgyhogy jöhetnek ki a Thiago Silva és a Varane páros. Nekik viszont nincsen támadójuk. Úgyhogy csak egy Zielinskit tudnak kihozni. Azt is a középpályáról. Érdekes. Na megnézzük, hogy a Varane mit fog csinálni. 86-os pontszám. Nem rossz, viszont nem tudjuk, mi a középpályása. Na, egy Blaszczykowski. Viszont azért ő se olyan jó támadásban, hogy megverje a teammate Varane-t. Ami nekünk nagyon jól jön ki, így simán meglett a mérkőzés. 9-2-re megnyertük, úgyhogy ennek nagyon örülök. Most jöhet Franciaország. Ezt még nem játszottam le, úgyhogy teljesen új élményeket fogunk itt már szerezni. Teljesen tapasztalatlan leszek. Viszont veszünk Lucky Cardot, hogyha van rá lehetőség. Mert nekem az jó volt. Kis lucky cardozás. Közepes kockázat lucky card. Na, teljesen jó. Ez még belefér így, 80 érmér. Úgyhogy megyünk vissza szépen a szagába. Oké. Okay. Felállásod megszegi. 3300, benne vagyunk. Rising Star, Topmaster, Power 4 nem lehet. Ami mit jelent, hogy szedhetjük ki a Power 4-unkat, és helyette jöhet más, méghozzá a védelembe, mondjuk akár egy Miranda, illetve a másik oldalra egy Godin. De azt is megcsinálhatjuk, hogy hagyjuk ezeket a Miranda Godint, a Godin az oké, okay, és behozunk mondjuk támadót. Kérdés, hogy kit? Akár egy Messi-t be lehetne hozni, de azt mondjuk egy középpályás helyére kellene. Úgyhogy ezt hagyom itt egyenlőre. Mirandának kiveszünk egy középpályást. Mondjuk a De Bruyne-t. És így fog bejönni egy jó kis támadó. Mondjuk Messi, és pont benne vagyunk a keretértékben, úgyhogy ez így nagyon jó nekünk. Ezzel fogunk neki íramodni. Franciaországnak egy kis változtatás soha nem árt, ott vannak a lucky cardok, úgyhogy meg kell nyernünk. Nem is kérdés.
jó lenne összehozni. Mi fogunk kezdeni természetesen, ők pedig majd meglátjuk, mit nyújtanak. Stadionkártya nekünk nincsen, franciánk, ha jól látom. Úgyhogy ez ránk nem érvényes. Én egy Ronaldóval vagy egy Messivel. Na, nyitok egy Messivel, aztán meglátjuk, mit hoz ki. Loris, goalstopper. Ez könnyedén megvan. Ez egy könnyű siker volt. Utána milyen vizekre menjünk át? Mondjuk egy Iniesta középpálya, Lucky Cardal, mert nem lehet tudni. Kosiárnyi. Ezt most beszívtuk. Most rendesen beszívatott minket, mert hát ugye gyenge Kosiárnyit bármilyen lappal levertük volna. Ez nagyon nem jött ki jól. Úgyhogy Neuer fog kimenni a következőbe. Ugyanúgy Lucky Cardal merem csak kiereszteni. De ezt is beszívtuk, mert megint egy védőt hozott ki. Úgyhogy rotálnunk kell, valamit máshogyan kell csinálnunk, mert el fogunk vérezni. Legyen a Godin, alap Godin. Erre hozza ki a Diányt, ami nekünk nagyon jó. Így már 4-0-ra vezetünk. Úgyhogy szó se róla, nagyon jól állunk. De lehet, hogy csak a bolyondát gyáratja velünk az ellenfél, és azért nem hozza ki a középpályás játékosait. Nem tudhatjuk. Úgyhogy kihozom a Ronaldót. 100-as pontszámmal. Varane. Nagyon jól alakul. Egyelőre legalábbis. Úgyhogy szívesen akár kiteszem a többi támadót is, ha ez ilyen egyszerű lesz Franciaország ellen. Így van, egyelőre nagyon jól alakul. Már 5-0-ra vezetünk. Amikor még a Double Trouble is behozott nekünk egy kis nyereséget, úgyhogy már 6-0, én a nehezebb mérkőzésre számítottam őszintén szólva. Mert hogy ezt, hogy kidobálja a tök jó középpályás limit egyét, akár N'Golo Kanté személyében, védőként, azért ez igen felelőtlen dolog, így 7-0-ra vezetünk már összesen. Úgyhogy mehet ki a Hazard, egy Griezmann ellen, aki támadó, és középpályán hozza ki, úgyhogy teljesen értetetlen számomra ez a szituáció, hogy ilyen jó lapokat hogy lehet így eltaktikázni és elpuskázni. 8-0. Eriksen. Mbappé. Megint nagyon jó támadó lenne. Simán megverte volna bármelyik támadó kártyánkat. Vagyis, hogy védekező, mert ugye ő támad. De ehhez képest nem ez történt. Úgyhogy Miranda, az egy Pogba, limited edition, még hozzá. És én még összítem kellene Lucky Cardok ide. 10-0-ra verjük a döntős Franciaországot. Topmaster Pogba! Ezt miért nem használta előbb, ha volt ilyen? Minden kártyámat oda verte volna vele a Topmaster Pogbával. Úgyhogy így végül csak egy tisztelt gólra volt elég ez a Pogba. 10-1-re megnyertük ezáltal, ami a legjobb az egészben, hogy ott van az Antoine Griezmann Game Changer kártya, teljesen ingyen. Úgyhogy szuper, hát ha használjuk majd a későbbiekben. Tehát ennyi lett volna ez a szege. Remélem tetszett nektek. Ha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mert rengeteg ilyen focis kártyás videó jön még. Illetve dobjatok egy lájkot a videóra. Aztán szépen megyünk majd tovább Németország ellen. Jóformán minden maradhat így. Úgyhogy szerintem neki is fogunk vágni majd. Lehet még a Power 4 kártyát azért berakjuk. De tulajdonképpen ezzel a kerettel neki megyünk Németországnak. Meglátjuk a meglepetéses kiesés ellenére, hogy mi is ki tudjuk ejteni őket. Mert azért jó játékosok vannak egy pontszám alapján is. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!